Okháru zongora megremeg. Már rég nincs rajta, de még érzi a kezed. Az első akkordoknál felszáll a bor, és egy újabb szóla. Nem tudom eljátszani, hiába gyakoroltam. Nem vagyok már az a gyerek, aki akkor mellé telepedett. De a billentyűk még emlékeznek. Voltam tűzik, akár a fény a redőnyréseken, s a dallam időutazása indul velem. Míg végül minden hangra elválik a fáktól egy levél, s valaki bennem végleg hazatér. Évről évre próbáljuk minél inkább színesíteni a kulturális életet azzal, hogy mi ugye nehéz zenével foglalkozunk. Ő mindezt Becker Gyula vezetésével, ő nagyon jól koordinálja azt, hogy mi hogyan viselkedjünk a próbáinkon, a hétköznapot is befolyásolva ezzel, és azt hiszem, hogy mindannyiunknak a gondolkodásmódja szükséges ahhoz, hogy értéket teremtsünk. Milyen gondolkodásmódra van szükség? Bizonyos komolyságra, azt hiszem. Akármilyenek lehetünk a hétköznapban, akármilyen komolytalanok vagy tréfásak, itt mindenki egyforma. Itt mindenki ugyanúgy néz a karnagyra, mindenki csöndbe marad, és egyforma stabilitással gondolunk a szombat reggelekre például. Akkor gyorsabb legyen. A 36-os felütése. Pá-da-da-da-pa-pa-pa. Trombita egy kicsit húz vissza. 36-os. 1, 2, 1. Rendkívül fiatal lányál most velem szemben. Szombat délelőtt van a Bekton ifjúsági fúvós zenekar próbájának a kellős közepén járunk. Hát nem lenne jobb dolgod most hétvégén, a hétvégének az elején? Hát én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon jó program. Ugyan úgy tanulás és fejleszt minket, mint hogyha most például otthon aludnék, mint társaimnak a legtöbb része. Szerintem sokkal hasznosabban töltöm el ezt az időt, úgyhogy én itt vagyok reggelente. Fiatalabbaknak azt hiszem ez könnyebben megy, még egy pár éve nekem is jobban ment. Mostanában már egyre nehezebb, szóval inkább alszok péntek esténként. Eleinte nagyon izgultam a fellépések előtt, most már nem izgulok annyira. Kortársaid, barátaid nem irigykednek? Nekem a baráti korom inkább sportos, a sportot nézi jobban. Inkább akkor szoktak irigykedni, mikor mondjuk egy-egy utazás van valahova, mondjuk most is, hogy nyáron voltunk több helyen, arra kicsit irigykednek, de azért, hogy szombat reggel mi mindig felkelünk reggel, arra nem szoktak irigykedni. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ha itt mondunk, a tetteinkkel bizonyítjuk. Tehát ugyan ajkunkkal teszünk bizonyságot, de tetteinkkel pecsételjük meg azt. Hogyan sikerül koordinálni ezt a rengeteg embert Karnagy úrnak? Hogyan élitek meg az ő instrukcióit, tanácsait? Kiépített maga körül egy olyan viselkedési normát, amit mindenki megtanul itt. Eltölt egy-két évet, és utána az idősebbektől, nagyobbaktól eltanulja, hogy hogyan kell ránézni, mennyire vehetjük komolyan az ő humorát, mert nagyon jól alkalmazza. Ellenünk is, vagy mellettünk is. Nem tudom, hogy vele születette, vagy ezt tanulni lehet. Nagyon szeretnék ilyen humorra rendelkezni, de mindenkihez megtalálja a módszert, a fegyvert, hogy hogyan befolyásolja a viselkedését. Első nap, mikor kellett jönnöm próbára, nagyon-nagyon izgultam, hogy sokkal idősebbek nálam, úristen, most mi lesz első nap, én lehet nem is tudok annyira jól játszani, mint ők, hibázni fogok, hát itt mi lesz, levágják a fejemet lehet. De aztán nagyon kedvesek voltak, segítőkészek, a nagyok egyaránt, idősebbek ugyanúgy fogadtak. A városunknak egy olyan közössége, amiről bárkit megkérdeznénk, korra, nemre és bármiféle nézetektől függetlenül mindenki csak tisztelettel és elismeréssel beszél. Azért, mert szeretjük őket, szeretjük azt, akik voltak, akik ők most, és tudjuk jól, hogy még nagyon sok minden válhat belőlük.
És ez így van már egy fél évszázada. Kedves vendégeink, 50 esztendős a Bekton ifjúsági fúvószenekar. Mit jelent számodra a Bekton? Én még nem régóta vagyok benne, szóval még egy újoncnak mondanám magam, de nagyon jó kis, mondanám úgy, hogy egy kis családba léptem én be így, hogy Becker Gyula tanár úr bevett a nagy zenekarban. Hogyan vetted ezt a felkérést? Nagyon jó érzés volt, hogy úgy gondolta, hogy már esetleg elértem egy olyan szintet, hogy esetleg megmutathatnám magam a nagy zenekarba is. Volt pár barátom, igen, legtöbben még ismeretlenek voltak, de most már mindenkivel kiépítettem egy baráti kapcsolatot. Mi tart itt téged 9-10 éve? Hiszen gondolom már te is bejártad a nagyvilágot. Nem érzed azt, hogy hív esetleg valamelyik másik város? Debrecenbe járok egyetemre, és ameddig itthon lakom Balmazújvároson, addig mindenképp folytatni szeretném ezt a hobbit, mert jelenleg ezt tartom a legjobb hobbinak számomra Balmazújvároson. Nagyon nem bántam meg, hogy annyi évvel ezelőtt elkezdtem zenélni, és amikor bekerültem a Bektonba, utána már egyértelmű volt, hogy ezt amíg itthon vagyok, addig mindenképp csinálom. Szerintem Balmazújvároson a legnehezebb mindannyiunknak fellépni, mivel akkor vagyunk itthon, akkor ismernek minket a körülöttünk élők, mármint hogy látnak minket, és előttük azért mégis nehezebb mutatkozni, viszont fellépni mindenhol. Nagyon jó. A kemény munka legyőzi a tehetséget, ha a tehetség nem dolgozik elég keményen, mondta ezt Kevin Durant. És úgy gondolom, hogy itt mindenki keményen dolgozik, a tehetségét kamatoztatja, kihasználja azt a lehetőséget, amit ad számára a város, adnak számára a szülei, ad számára a művészeti iskola, minden pedagógus és maga a Bekton ifjúsági fúvószenekar. Szeretném átadni a zenekarnak az 50 éves alkalom, évforduló alkalmából a fúvószenek kultúrájának ismeretterjesztésért, fejlesztésért, a hagyományozásért, zsákolásáért Hajdú-Bihar megyének az emlékérmét. Fogadják szeretettel, és még egyszer köszönöm ezt a csodálatos élményt.
Mit nevezel igazi sikernek? Példaként fel tudnám hozni Sárvárt. Most voltunk ugye nyáron Sárváron. Amikor az 5. Henrik című számot játszottuk, és a szám végén a zenekar közösen elkezdett énekelni, olyan szinten rázott ki a libabőr, hogy lezsibbadt az arcom, és akkor éreztem azt, hogy tényleg elértünk valamit, hogy olyan értéket teremtettünk, ami után a taps az felbecsülhetetlen. Amikor itthon fellépünk és megtapsolnak, az mindig egy olyan jobb elismerés, ugyanis itthon többen ismernek minket, bár ország más pontjain és bárhol is nagy elismerés, amikor megtapsolnak és tetszik az előadásunk másoknak. Sok idő áll előttem, ugye, hogy fiatal vagyok, így minél tovább szeretnék még bent maradni. Ameddig tudok, addig eljövök mindenféleképpen. Nagyon szeretek járni a Bektonba. Ameddig csak tehetem, eljárok. Ez az együttes szerintem nagy mértékben befolyásolta a viselkedésemet és az egyéniségemet. Nagyon sokat vettem magamhoz a kultúrájából az együttesnek, ami itt kifejlődött, és mindenképp szeretném leszögezni, hogy nagyon szeretem ezt csinálni, és hálás vagyok azért, amit itt kaptam.